Sziasztok, én Bajoros László vagyok. Ma egy hiánypótló videót készítettem arról, hogy a Smart Digital Business Network, vagyis automata értékesítő és hálózatépítő rendszernél hogy néz ki a matek. Nagyon sokan nincsenek vele tisztában, és épp ezért esetleg irreális elvárásaik is vannak, akár a gyorsaságot, akár a jutalék mértékét tekintve. Ezért úgy gondoltam, hogy nézzük meg, hogy van itt a matek. Ugye a Sanmanin belül működő a Sanmani naperőművei, ezzel a háttérrel dolgozik, illetve a Sanmani hálózatépítési törekvéseit segíti, szolgálja azzal, hogy automatikusan a tagok közreműködése nélkül épít alájuk hálózatot, mesterséges intelligencia támogatásával egy teljesen automatizált rendszerben. Miután ez a Sanmaninak a része, ezért a Sanmaninak a jutalékrendszerét is használja. Ahhoz, hogy megértsük a digitális rendszernek a működését, hogyan számol, ahhoz szükséges először megnéznünk a Sanmani jutalékrendszerét, röviden áttekinteném. Egy táblázatba foglaltam össze, a Sanmaniba, hogyha közösségből szeretnél jutalékot kapni, közösségépítésből, a közösségépítésnek több formája van, van a teljesen hagyományos formája, ember az emberrel beszélget és ajánlja azt, amit ő jónak tart, jónak lát, kipróbálta, használja, ez az egyik módja. Ennek egy kicsit javított módja a Digital Solar Business Network csapata, ez egy értékesítő csapat, amelyik arra szövetkezett, hogy közösen hirdet a közösségi oldalakon, profi szakemberek segítségével, tehát az érdeklődő kutatást kiszervezte. A bejövő érdeklődők adatai, leadjei alapján onnantól kezdve viszont letárgyalják hagyományos módon, hát ma már inkább telefonon, interneten, és akit érdekel, őt becsatlakoztatják a rendszerbe. Tehát ez a hagyományos és egy kicsit javított félautomata, mondhatnám, változata. A Smart Digital Business Network viszont a teljes automata változat. Na most ahhoz, hogy a közösségből jutalékot kapjon valaki, ahhoz valamelyik közösségi csomaggal rendelkezni kell. Az eSolar Start, Pro, Business, vagy az eSolar 2020-as csomaggal. Ugye mit határoznak meg ezek a csomagok? Itt lehet látni, hogy bizonyos jutalékoknak változik a százaléka, tehát 15-20-33%, illetve 5%, 7,5-10%, van változatlan is, például minden csomagban 10%, ez az egyik, mennyiért dolgozol, ugyanazért a munkáért mennyi jutalékot szeretnél kapni, ezt határozza meg, illetve van három közösségi díjunk, ami a közösségnek a gyarapodásából származik, és a közösség által birtokolt napelemek kapacitásának növekedéséből származik. Mivel a rendszer egy bináris rendszerben dolgozik, és teljes mélységből számítja ezeket a jutalékokat, ahhoz, hogy ez kifizethető legyen, muszáj volt korlátokat betenni. Az egyik ilyen korlát az, hogy a közösségi csomagokhoz hozzá van kötve, hogy a közösségből származó díjak le vannak korlátozva. Látszik itt alul 500, 2000 euró, 10.000 euró, illetve 15.000 eurós mértékben, ez havi mértéket jelent. Nézzük előről akkor a csomagok. 150 euró, 500 euró, 2000, illetve 10.000 euró. Ebben az utóbbiban, legutolsóban részvény is van, ugye ez egy speciális dolog, befektetőknek szól, igazából a tulajdonosokkal lehet ezt letárgyalni. Napelem parkokat úgy hozott létre a cég az utóbbi időbe, hogy ZRT-ket alakított, és ezekből az ZRT-kből osztalék elsőbségi részét lehet vásárolni. Tehát ez tartalmazza már az utolsó közösségi csomag. Következő sorban van egy CV érték, hát ez megegyezik a csomagnak az árával, kivéve az utolsót, itt maradt a 2000, a biznisznek az ára, ez a jutalék alapja tulajdonképpen, és itt ez azért maradt 2000, mert a többi az ugye a részvény értéke, az külön kerül díjazásra. Minden csomagban van Solar Watt. Mi a Solar Watt? Igazából a Sanmani arra jött létre, hogy közösségi naperőmű parkokat épít, és ezekből a naperőmű parkokból bárki, bármennyi kapacitást vásárolhat, azok a napelemek, az a mennyiségű napelem neki dolgozik,
a következő 300 hónapban, 25 évben, minden hónapban megkapja a szolár jogdíjat, szolár royaltit, vagy, hogy érthetőbb legyen, termelési részesedést, tehát a termelésből, napelem parkok termeléséből tudunk részesedni. Na most ezekben a közösségi csomagokban is vannak szolárvattok, de ezek nem termelik ki ezeknek a csomagoknak az árát. Ezek a csomagok arra való, ezek vegyük úgy, mintha egy franchise díj, egy licenc díj lenne. Ez följogosít téged arra, hogy a megadott keretek, a szabályzatok, etikai szabályzat és egyebek mellett építsd ezt a hálózatot, és a hálózatból jutalékokat kapj. Hogyha például megvennéd a McDonald's-nak, kifizetnél egy franchise díjat, de nem nyitnád ki soha a boltot, hát akkor nyilván elbuktad a franchise díjat. Ez itt is ugyanígy van. Ha nem építesz hálózatot, akkor gyakorlatilag ez a 10 watt, 50 watt vagy 250 watt dolgozik neked a következő 300 hónapban, de ez nem fogja kitermelni ennek a csomagnak az árát. Tehát ez hálózatépítéssel tudod kitermelni. Na nézzük tovább. Mindenkinek van ugye valamennyi szolár jogdíja, jutaléka, a 10 watt, 50 watt, 250 watt után, vagy még amennyit vásárolsz ehhez. Ugye szolár csomagokat bárki vásárolhat, bármikor, bármennyit, és amit az adott hónapban termel, azt a cég kifizeti, ezt hívják szolár díjnak, szolár jogdíjnak. Első csatlakoztatási díj, ha te valakit behozol a rendszerbe, és ő úgy dönt, hogy nem csak szolár wattokat akar vásárolni, hanem hálózatot is akar építeni, valamelyik formában, ugye mondtam, hagyományos félautomata vagy automata formában, akkor ő becsatlakozik a rendszerbe, eldönti, hogy melyik közösségi díjjal szeretne csatlakozni, te pedig meg fogod kapni, attól függ, hogy neked milyen közösségi csomagod van, a 15-20 vagy 33%-át a csomagok árának, amivel ő csatlakozik a rendszerhez. Kezdetben ez a legnagyobb díj, viszont egy nagyon jó hír az, hogy már az első hónapban komoly jutalékra tudsz szert tenni. Tehát, ha gyorsan van pénzre szükséged, akkor gyorsan tanuld meg a Summoninak a rendszerét, a működését, hozzá be minél több új partnert, növeljük a csapatot, amelyik klímavédelemhez is hozzájárul, azáltal, hogy zöld energiát termelünk. És akkor neked egy komoly jutalékod lehet belőle. A következő, a hármas, a közvetlen díj, ez a közvetlen díj, ugye ez minden csomagban egyforma. Ez arról szól, hogy akiket te direktbe behoztál, tehát akiket már majd ők hoznak be, arra ez nem vonatkozik, csak akiket te hoztál be direktbe, azok mindig fognak újra vásárolni, mert van egy ilyen automatikus visszaforgatás is, vagy csak szolárvattokat vásárolnak, vagy egy start csomaggal jött be, de később úgy dönt, hogy szeretne több pénzt kapni, ugyanazért a jutalékol és fölminősíti magát, ez egy új vásárlás, akkor te mindig meg fogod kapni a vásárlás értékének a 10%-án. Csak a közvetlen nyíl után, de ez már a közösségből származik, látod, hogy kékkel ez be is van jelölve. Van a közösség építő díj, ez egy forgalmi díj, havi forgalmi díj, a csapatodban, ugye a bináris rendszerben, egy bal láb, jobb láb, mennyi forgalom van, és a forgalom után kapod meg, szintén a csomagot, közösségi csomagottól függően, 5-7,5 vagy 10%-ot. Na és most jutottunk el az ötödik díjhoz, ez a legizgalmasabb egyébként. Ez arról szól, hogy ha neked van egy nagy csapatod, a csapatod minden tagjának, akinek közösségi csomagja van, vagy részvénye van, vagy csak e-szolár csomagot vásárolt, nem épít közösséget, mindenkinek van valamennyi szolár wattja, bérelt napelem kapacitása, és ezután mindenki minden hónapban megkapja a szolár jogdíjat, a termelési részesedést. Te pedig a csapatodnak kifizetett összeg után meg fogod kapni az 5-7,5, illetve 10%-át. A közösségi naperőmű díj és a közösségi díjnál is még van egy 1-3-as szabály, ezt most nem részletezem, mert kicsit hosszú lenne, akkor nem ez a lényeg, nem a mai videóban. De az a fontos, hogy van ez a három díj, amit kaphatsz a csapatépítés után, és akkor lép be az, hogy van egy 500 euró, vagy 2000, vagy 10.000, vagy 15.000 euró kifizetési jutalék korlátozás. Nyilván szolári jogdíjra nincs, mert neked lehet 10 kW-ot, 20 kW-ot bérel teljesítményt, azután mindig meg fogod kapni, amit az a
napelemkapacitást termel, illetve hozhatsz be akárhány embert, és ők után is mindig meg fogod kapni az első csatlakoztatási díjat, ebbe semmiféle korlát nincs. Jó, tehát így működik a Salmoninak a kifizetési rendszere. Na most a Smart Digital Networkbe, tehát a digitális csomag pontosan ugyanígy működik, csak amíg a hagyományos hálózatépítésnél te döntöd el, hogy melyik szinten akarsz beszállni, hogy már mondjuk a biznisz csomaggal indulsz, és ott a legmagasabb jutalékokat kapod már az első hónapban, vagy óvatos vagy, és elindulsz a 150 eurós csomaggal, és majd utána fölminősíted, ha úgy látod, hogy működik, ez rád van bízva. A digitális csomag nem így működik. A digitális csomag mindig az elszólás tarttal indul, ennek a kondícióival, a kifizetési korlátjával és a jutalék százalékaival. Egy különbség van az elszólás tart és az elszólás digitál csomag között, mégpedig az, hogy itt 10 watt van benne, ott pedig 125 watt. Miért van ez így? Hát egyrészt azért, mert az a 125 watt a digitális rendszerbe ki tudja termelni a befizetett 635 eurót. Magyarul, ha az automata netalántán nem működne elég hatékonyan, és senki nem kerül alá, nem építnek egy csapatot, akkor se tudod elbukni azt az összeget, mert a szolárvattok kitermelik. Tehát 125 watttal indul. Na most nézzük meg, hogy épül fel egy ilyen bináris rendszer. Hát egy kicsit bonyolult, és túl sok a szám, ugye? De az a lényeg, hogy valaki van az elején, aki ezt elindítja, ezt a rendszert, ez bináris rendszert, ugye ebben az esetben az a média ügynökség, amelyik az egész rendszert működteti. Utána alá kerül két pozíció, jelen esetben két olyan ember lett az első két helyen, akik 7-8 éve építik ezt az üzletet, nagyon komoly szinteket értek el, rengeteg munkát, energiát fektettek be, a nehéz időkbe is, meg még ma is, tehát őnekik ez egy jutalom jellegű lehetőség volt, és kaptak 30-30 pozícióra lehetőséget, hogy a saját csapatukba, akik szintén nagyon aktívak, hosszabb ideje vannak a rendszerben, komoly hálózatot építettek, lojálisak a céghez, azok vásárolhassanak Smart Digital pozíciót, ugye ez 500 euró plusz áfa, 635 euró egy ilyen pozíció. És ezért mutatom itt, hogy az első 63-64 pozíció így telt be, akinek felajánlották, gyors volt, és azt mondta, hogy oké, ez nekem tetszik, nem tudom még pontosan, hogy működik, nem tudom, mi lesz belőle, de bízok a cégbe, bízok a vezetőimbe, bízok a tulajdonosokba, 635 euró nem olyan nagy pénz, veszek egy pozíciót, vagy később többet is lehetett vásárolni. No, tehát a lényeg, hogy a ügynökség alá került kettő, utána mindig kettő mindenki alá, tehát a négy lett a következő, 8, 16, 32, ugye ezt ismerjük kettőnek a hatványai, a működését. Összesen ugye a második szinten három pozíció volt, az első plusz a kettő, tehát három. A harmadik szinten 4 plusz az előtte lévő 3, 7, stb. Ezt azért írtam ide ki így külön, hogy lehessen látni. Na most, ugye a Bauretz Péter elmondta, hogy a múlt heti webináriumban, hogy kb. 3300 pozíció van legalább jelenleg a rendszerben. Ebből lehet tudni, hogy melyik sornál tartunk éppen, hogy építi a rendszer ezt a struktúrát, ami egy teljesen független, teljesen új struktúra az alapfától, amelyik ugye 9 éve működik, és manuálisan építik a hálózatépítők. Ez egy teljesen új rendszer, ebbe nem tudunk belenyúlni, ezt maga a mesterséges intelligenciával támogatott automata rendszer építi. És tölti föl szépen egymás után a sorokat, aminek a létszámait látod itt a táblázatban. Tehát, hogyha 3300-nál tartottunk, ugye ez folyamatosan változik, akkor körülbelül a 12. szinten lehetünk, mert ezen a szinten, ha ez megtellik, akkor 4095 pozíció lesz a teljes létszám.
Ezt azért jelöltem ki, mert mindjárt fogok mutatni egy webirodát, ezzel kapcsolatos webirodát. Az a pozíció az itt indult el. Tehát ez a nyilla jelölt részen gyakorlatilag a negyedik szinten kapott lehetőséget arra, hogy elinduljon, és itt lesznek a létszámok. Tehát ezt építi most a rendszer, és akkor nézzük meg, hogy hogy nézett ki ez a webiroda október 10-én. Aki még nem látott ilyet, középen van, hogy milyen csomagja van az illetőnek, e-Solar Digital. Itt van, hogy mennyi wattot termelt neki a rendszer, mennyi volt idáig a keresete, 812 euró, és itt van egy gomb, ami induláskor számolja a napokat. Kezdetben úgy volt, hogy egy év, most két évre módosult az, amíg a rendszerből pénzt nem tudunk kivenni, mert az történik, hogy a rendszer elkezd pénzt keresni. Ugye, ha megnyílik egy pozíció, előbb-utóbb fog alá kerülni kettő. Abban a két pozícióból lesz egyrészt 15% csatlakoztatási díj, egy ilyen pozíciónak az értéke 250 euró, és a 250 eurónak a 15%-a ugye jutalékként kétszer meg fog jelenni. És ott már lesznek hálózati díjak is, tehát elkezd pénzt keresni a rendszer, és azért a pénzért, amit abban a hónapban keresett, automatikusan szolár wattokat vásárol, szolárvat csomagokat, ezek a szolárvat csomagok pedig a megvásárlás hónapjától számított 300 hónapig termelnek szolár royaltyt, tehát ez az érték, ez minimum meg fog duplázódni, és hogyha átérünk a gátos erőművekről a piaci értékesítésre, akkor gyakorlatilag a szolár royalty ez háromszorozódni fog, tehát sokkal többet fog fizetni. No, tehát az a lényeg, hogy egy ideig, addig, amíg el nem jön az a hónap, amikor 500 eurót fog keresni a rendszer a szolár jogdíjakból, addig minden hónapban szolár wattokat vásárol a rendszer. Alapban volt benne ugye 125 watt, minden digitális csomag tartalmaz 125 wattot, amiről az előbb beszéltem, és ehhez jön mindig vásárlás. Addig, amíg el nem éri a rendszer az 500 eurót, ha elérte az 500 eurót, akkor automatikusan az 500 euró jutalékból abban a hónapban nem szolárvattot fog vásárolni, hanem megveszi az e-Solar Pro csomagot, és onnantól kezdve magasabb jutalékokkal fogja számítani a havi jutalékokat, illetve itt már 2000 euró lesz a kifizetési határ, és akkor ugyanúgy működik tovább, épül alul a hálózat, van forgalom, nő a szolárvattok száma a közösségnek is, amiből jutalék lesz, a jutalékot beforgatja a rendszer mindig szolárvattokra is, amikor eléri a 2000 euró kifizetési határ, akkor fölváltja a következőre, megveszi az e-Solar Business-t, itt már a legmagasabb jutalékokkal számol, és hogyha ugyanígy hagyjuk tovább menni, megveszi az e-Solar 20-20-at, ebbe már lesz egy részvény is, és egy sokkal magasabb kifizetési határ. Tehát a Smart Digital Business egy automata felminősítési rendszert alkalmaz. És azt kell tudni, hogy évig ehhez nem lehet hozzányúlni, nem lehet belőle pénzt kivenni. Két év után pedig mindenki eldönti, hogy meglátjuk, hogy hol tart ez a felminősítés, hagyja még egy évig, kettőig, háromig, hogy a legmagasabb jutalékszinte, tehát ugye érni a legmagasabb kifizetési korlátot el tudja érni a rendszer, vagy pénzre van szüksége, és azt mondja, hogy neki elég annyi, amit a rendszer azon a szinten tud, és akkor leállítja ezt a folyamatot. Nézzük meg, hogy mondjuk ebben a hónapban, októberben ez a csomag, ez hogy működött. Ugye a számfejtés után ezt a képet lehet látni. Van egy bal láb, van egy jobb láb. Bal lábon van 98 fő, 512 euró jutaléka, illetve van 89 fő, 788 euró jutaléka.
Ezek a jutalékok az előző havi visszavásárlásból számítanak, tehát a másodikán van a számfejtés. És nézzük meg a mostani állapotot, az egy sokkal kellemesebb állapot, már 127-127 ember van, 7762, illetve 10288 euró forgalom, és nagyon jelentős, több mint 18 kW bérelt kapacitása, szolár wattja van a csapatnak, amiből származik a közösségi naperőmű díj. Na most, hogyha ez nem változik a következő két napba, ami vége lesz a hónapnak, nagyjából ki tudjuk számolni, hogy mennyi lesz a jutalék ebben a hónapban. Hogy lehet ezt kiszámolni? Hát vegyük a nagyobb forgalmat. A nagyobb forgalmak az egyharmada kisebb, mint itt látjuk a 7762, tehát így a számítás menete az úgy néz ki, hogyha most veszek egy számológépet, hogy a 10.288 eurós forgalom, ugye az 1-3-as szabály alapján ezt el kell osztani 3-mal, az 3429 euró, és ennek a rendszer kifizeti az 5%-át, mert még az e-Solar digitál csomagban vagyunk, tehát szorozva 0,05-tel, vagyis ha semmi nem változik a hónap végéig, akkor 171 euró lesz a forgalom utáni jutalék, ez a közösségépítő díj, a 4-es jutalék, tehát itt látjuk, hogy 5%. Még nem éri el az 500 eurót, valószínűleg nem lesz fölváltva, de van, és ezt nem tudom megmondani, hogy mennyi visszaforgatás lesz, és mennyi újravásárlás lesz a csapatban, ugye 127-127 embernél, az elég jelentős lehet, annak a 10%-át kapjuk meg, igaz, hogy ez csak két embertől, mert ugye kettő, aki direktbe csatlakozik ebben a rendszerben hozzánk, illetve lesz a közösségi naperőmű díjból valamennyi jutalék, azt pedig úgy lehet megnézni, hogy 18.701 watt, ha ezt nyilván ezt el kell osztani ezerre, akkor az kilovattba számolunk, és megtudjuk, ez 18,7. Nézzük meg, hogy az előző időszakok szerint októberben, ugye most október szolár jogdíj lesz kiszámlázva, 11,48 eurót fizetett. Hát a 18 kilowatt után, ugye ezt még el kell osztani 3-mal, az 1-3-as szabály miatt, és ezt megszorozzuk a 11,4 kilowattal, ez egy 70 euró lesz a közösségi naperőmű díj. Ebből látszik, hogy ez még valószínűleg nem fogja elérni az 500 eurót, tehát ebből szolár wattokat fog vásárolni a rendszer. Ugye a következő hónapban ez biztosan be fog következni, mert 8000 pozíció kerül be a rendszerbe, tehát ez a sor, ez be fog telni 4000 új pozícióval, valamennyi, ami még ebből maradt, átjön ide, és el fogja kezdeni ezt a sort is a rendszer tölteni. Tehát minimum meg fog duplázódni a létszám mind a két oldalon. 127, az 254, 254 lesz legalább. Ott pedig azért már elég jelentős a jutalék. Nézzük csak a forgalmi jutalékot ebben az esetben, hogyha 127-tel bővül a rendszer, ugye akkor 127 pozícióval lesz több, ez 250 eurójával, mert ennyi egy pozíciónak a forgalmi értéke, az 31.750 euró. Ugye az 1-3-as szabály miatt, hogyha ezt elosztjuk 3-mal, akkor ez 10.583 euró a forgalom, ami után jutalékot fizeti a cég, és mégpedig a 5% jutalékot még, ugye, mert még nem lett fölminősítve, az pedig már csak a forgalom után 529 euró lesz, vagyis
500 euróért a Pro csomagra föl fogja minősíteni a rendszer ezt a csomagot, a maradékért pedig úgy természetesen szolár wattokat fog vásárolni. És akkor innentől kezdve már a magasabb jutalékrendszerrel fog dolgozni, 10% ugye az ugyanaz, a 7,5, illetve 7,5%-kal fogja számolni ezt a két jutalékot. Ebben a rendszerben az első csatlakoztatási díjnak nincs nagy szerepe. Hát egyszerűen azért, mert összesen két ember lehet az, aki direktbe csatlakozik hozzá. Míg az alapfába te behozhatsz 50-100 embert is, ő utánuk mindig meg fogod kapni ezeket a jutalékokat, tehát ott sokkal gyorsabban lehet emiatt pénzt keresni. Remélem érthető. Még visszatérve erre a táblázatra. Ugye, hogyha van egy állandó beáramlás, akkor az azt jelenti, hogy mivel minden következő sorba annyi pozíció kell, hogy beteljen, mint amit összesen előtte megvásároltak, bináris rendszerből következik, ezért van egy lassulás. Akkor, hogyha a beáramlást valahogy nem sikerül meggyorsítani. Ugye igazából idáig elsősorban úgy működött a rendszer, hogy emberek egymásnak ajánlott. Most viszont az a helyzet, hogy augusztusban elindult 26 nyelven a hirdetés, gyakorlatilag az egész világon nagyon sok országban elkezdtek hirdetni, elkezdtek dolgozni az értékesítési töltsérek, és ennek következtében nagy valószínűséggel ugrásszerűen föl fog gyorsulni az építkezés. Ez az egyik. A másik pedig, amit most 8000 pozíciót betesz a cég, 4 millió dollár értékben, ugye a kriptovalutásoknak szól, ebből tokenek lesznek, ez önmagában egy komoly ugrást jelent azoknak, akiknek már nagyobb csapatuk van, de akinek csak 2, vagy 4, vagy 8, azoknak is megduplázódik a létszám. És erre jön majd rá jövő év első felében, ahogy a Péter mondta, egy 50 megawattos rendszernek az átadása, 50 megawattból összesen, ha 125 wattjával nézzük, ugye egy digitális csomagban 125 van, akkor ez azt jelenti, hogy 400 ezer ilyen pozíciótnak van meg a háttere. Persze vannak visszaforgatások, egyebek, tehát ha csak 100 ezer új pozíció hoz be ez az erőmű bővítés, akkor is ez egy nagyon, nagyon komoly ugrás jelent, hát akár ide a 17. sorig is eljuthatunk egy jó fél év vagy egy év múlva. És ez csak, hát illetve ebben már benne van az organikus is, és benne van az ügynökségnek a munkája is. Szeretnék mutatni még egy ábrát. Az SDBN 2 token kibocsátására készül egy weboldal, ez azon a weboldalon található. Gyakorlatilag azt mutatja, hogy ez a bizonyos 2 év után a passzív jövedelem meddig tud eljutni a Péterék számítása szerint. Ő azt mondja itt, hogy egy 2 év alatt azzal a bővüléssel, amit a most beinduló automata rendszer tud hozni, és ezek a kriptovalutásoknak kiárusítandó pozíciók, mondjuk ez a 8000 pozíció, egy 2 év múlva el tud jutni oda, hogy egy teljes passzív jövedelem egy ilyen 4000 euróig fölmegy. Én azt hiszem, hogy ennél többet erről a matekról nem tudok mondani. Tudom, hogy sokan nem szeretik a matekot, sokan nehezen követik ezeket a dolgokat, de ahhoz, hogy reálisan lásd, miben vagy benne, mit várhatsz ettől a rendszertől, attól nem árt, hogyha egy kicsit mélyebbre ásunk, és számolni is tudunk. Én minden hónap elején, számfejtés előtt, után képernyőképeket csinálok a webirodáról, innen tudom, látom, hogy mi a mozgás, látom, hogy mire számíthatok, mit tud ez a rendszer. Ez most 1 éves, ez a fiók, 812 eurót termelt idáig. Mennyit fizettünk be? 500 euró plusz áfát. Tehát ha most a nettót nézem, az áfa ugye az elmegy az államnak, bár nem kéne szerintem, na mindegy.
Most ehhez hozzájön minimum 500 euró, tehát ez ezren fölül lesz, gyakorlatilag 200%-ot nyereségbe hozott. 500 euróból kitermelt az egy év alatt több mint 1000 eurót. Én szerintem, ha ezt most befektetésnek fogjuk föl, akkor ez egy elég szép befektetés. Nem hiszem, hogy a piacon bárki tud ilyet mutatni, ráadásul olyan rendszert, ami mögött nem manipuláció van, nem hype-ok vannak, hanem valódi termelőeszköz van mögötte, amelyik biztosítja azt, hogy ez hosszú távon folyamatosan tud működni, és amint látszik, kezdetben nagyon lassan indul, olyan, mint egy nagy hajó, amikor elindul. Nagyon lassan indul el, türelemmel kell, nem kell minden nap nézegetni ezt a rendszert, nem kell idegesíteni magad. Ennek a kifutása 3-4-5 év, és úgy működik, hogy eleinte nagyon lassú, és utána durván be tud gyorsulni. Mert amikor van egy 2000 fős csapatod, és abból egy hónapban lesz 4000 fő, akkor nagyon komoly jutalékokat tud, nagyon komoly előrelépés van, nagyon sok szolárvattot vásárol neked a rendszer. És ugye itt kétféle jutalékra számíthatsz, az egyik jutalék az, ami a csapat növekedéséből, illetve a bemutatott közösségi naperőműdíjból származik, illetve a másik az, hogy neked fölnövekszik a saját szolár wattjaidnak a mennyisége, az pedig folyamatosan nyáron többet, télen kevesebb pénzt termel. Esetleg még annyit, bár erről a Bahorec Péternek nagyon jó videója van most, ugye, hogy van egy célcsoport, ez a kriptovalutát kedvelők célcsoportja, ahol azt csinálta a cég, és most ez a kettes token is erről szól, hogy 1000 darab ilyen pozíciót összefogott, egy angolul ez úgy meg, hogy pool, ez felosztotta 50 millió részre, befektetési alap, bocsánat, ez nem jutott eszembe, befektetési alapnak lehet kezelni, ezt a 500 ezer dollár értékű csomagot felosztotta 50 millió részre, gyakorlatilag így egy tokennek, mert blokkláncra rátéve, tokenné változtak ezek, és egy tokennek az ára 1 cent. De hát akár már 1 centtel is be lehetett szállni ebbe az üzletbe. Ez 1000 darab volt, ez már dolgozik, ugye? És most lesz november 1-től egy újabb kibocsátás, az SDBN 2-es token, ahol 4 millió euró értékű 8000 csomag kerül be a rendszerbe a meglévők alá. Tehát aki idáig vásárolt digitális csomagot, annak már ez a hálózatát fogja növelni. Aki ezután fog vásárolni, ez alá fog kerülni, de ez se baj, mert a rendszer tovább építkezik természetesen, lesz egy SDBN 3-as kibocsátás és egy sokkal nagyobb darabszámmal, és közben természetesen működnek az értékesítési tölcsérek is, és hozzák az új érdeklődőket, az új vásárlókat. Ha már így belekezdtem a tokenekbe, mi a különbség a token, és mi a különbség a digitális csomag között? A digitális csomag és a token az teljesen ugyanaz. Nézhetjük úgy, hogy forint és fillér, tehát kisebb részekre van felszeletelve, de mégse teljesen ugyanaz. Azért, mert vannak eltérések abban, hogy amíg a digitális csomagnál te döntöd el, hogy mikor állítod, a két év után, hogy mikor állítod le a felminősítési folyamatot, meddig hagyod kifutni, mikor akarsz pénzt kivenni belőle, addig a tokeneknél, mivel egy okos szerződés van a tokenekbe beépítve, az történik, hogy két év leteltével azon a szinten, amelyiken éppen van az az 1000 pozíció, a pool, ugye, hogyha mondjuk a pro szinten van, a 7,5%-okkal tud számolni, akkor azon a szinten az megáll, az már nem fog fölminősülni, és elkezdi kiküldeni az okos szerződés egy dollárhoz kötött kriptovalutába, amelyik gyakorlatilag pont olyan plusz-minusz 2%-kal tér el a dollár árfolyamától, tehát igazából dollárba, abba a pénztárcába kiküldi a havi jutalékaidat, amelyikben a tokenek vannak. És a tokeneknél bejön egy újabb lehetőség, ugye ezek tőzsdei oldalakon
Na, kikerülnek, ahol árfolyam nyerességet realizálva el lehet adni. Hát aztán mindenki eldönti, hogy az aranytojás tojó tyúkot levágja, vagy hagyja, hogy évtizedekig termelje neki minden hónapban pénzt. De megteheti azt is, hogy eladja, ha van egy nagyon jó árfolyam, 100-szoros árfolyam, 200-szoros árfolyam, meg van szorulva valaki, akkor fogja és eladja, és a továbbiakban abba a pénztárcában mennek majd a jutalékok, aki megvette, ahol tartja ezeket a tokeneket. Ennyit még el kellett mondani ezekről a különbségekről. És akkor itt a vége, fuss rá véle. Remélem, hogy érthető voltam valamennyire, hogyha pedig nem, akkor ezt a videót fel fogom tenni a YouTube-ra, YouTube alatt ott lesznek az elérhetőségeim. Hívjál föl, keresd meg, kibontjuk a további részleteket is. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!